Üdvözlök mindenkinek, Rukrin vagyok, jöjjön egy kis Warframe, jöjjön a Helmit rendszer, jöjjenek azok a Warframe-ek, amelyeket én összeolvasztottam, hogy nekem 10 videót csinálni belőle, hogy mindegyikből jó egy külön ilyen olyan videó, hogy ilyen OP, olyan OP. Hát én csináltam egy live-ot, és ott benne van mindegyik Warframe, amit összeolvasztottam, van itt Chroma Necros, Ilaros, Saku, Meg, Protea, Garuda, Vóban volt, Mesa és Hydroid. Ezekről mind beszél, ezeket olvasztottam így össze elsőnek, és nagyon szeretném megköszönni mindazoknak, akik ötleteket adtak a továbbiakban, milyeneket olvasszak össze. Különösen tetszett a olvasszuk össze a Garát, a, hogy hívjákkal, a Grendelnek a képességeivel, hát az különösen epic volt. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy ott voltatok, nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy ti is, és hát ja, élvezzétek a kis műsort. Na, ha már úgyis itt vagyunk ennyien, beszélgessünk, amiért idejöttünk, és szerintem kezdjük azzal, hogy mi a helyzet a partnerséggel részemről. Mint tudjátok, biztosan van, aki tudja, megszüntették a partnerséget. Xboxon senki sincs. Nincs senki. Hát, ja, sajnos. És egy új partnerrendszer dolgoztak ki, amire a régi partnerek jelentkezhettek. Jelentkeztem újra, viszont ebben a második hullámban már nem kerültem be, tehát visszautasították a kérelmet. Hogy milyen oknál fogva igazából fingom sincs, mert csak egy ilyen generic levelet küldtek, hogy hát köszönjük, hogy jelentkeztél, meg hogy ilyen sokat vártál, de most nem fogjuk elfogadni a jelentkezésedet, mert hogy, azt se írták oda, mert hogy valami, hogy is írták, more professional, tehát valami professzionálisabb valakit, vagy valamit keresnek. És így körbenéztem más videósoknál is, külföldieknél is, nagyobbaknál, mint én, jóval nagyobbaknál, és sokakat visszaut is jutottak. Tehát úgy néz ki, hogy ezek végigmentek mind az összes partnerükön, és frankon megnézték, milyen videókat csinált, hogyan álltak hozzá, nézettség, növekedés és a többi. Ez az egyetlen ok, amiért én úgy gondolom, hogy elutasították a partnerséget, mivel hogy ugye a csatornám, és Magyarországon is a Warframe népszerűsége csökken, így aztán a nézettség is. Vididen, nem néztem összefoglalni, melyiket, mit foglaljak vissza a tesz. Szóval, ja, tehát arra gondolok, tehát nekem is ugye a Warframe videók eleinte 5000-en nézték meg, most már csak 1000-en nézik meg, szóval nagyon visszaesett a Warframe népszerűsége is Magyarországon, meg a csatorna alapvető nézettség száma is, és szerintem az is, meg heti egyszer töltök fel, nem minden nap. Valószínűleg ez befolyásolta a döntéseket, erre gondolok én, de volt olyan Warframe-es, hogy van mit, majd 100 000 feliratkozója minden nap tölt fel, és visszautasították, hát mert hogy enyhe, néha enyhe kritikával illette a Digital Extreme-et, és az értelemszerűen annyira nem tetszett a Digital Extreme-nek. De nem tudom, hogy milyen, Atesz, nem tudom, hogy milyen vidire gondoltál, amit össze kéne foglalnom, hogy őszinte legyen. Szóval, ja, egyelőre így válok, de, hogy őszinte legyek, eddig úgy érzem, hogy nyertem azzal, hogy nem vagyok már partner, és nem is leszek, és azt hiszem, hogy, ja, az semmi, amit ma csináltam, az csak egy 2 perces dolog, hogy gyere, itt vagyok Twitch-en, live-olunk, és a Helmit rendszerről fogunk beszélgetni, meg hogy milyen Warframe-eket olvasztottam be, ennyi. Szóval, én úgy érzem, hogy nyertem. Azon, hogy nem leszek partner, mert ugye a partnerség azzal járt, hogy azért kaptunk itt-ott kódokat, meg ilyesmit, szerintem azt, ha írnék nekik, még mindig küldenének. És de most, hogy nem kapom meg ingyen a cuccokat, és az ingyen alatt ugye többnyire az azt jelenti, hogy az új Warframe-eket, az új skineket, és a többi, mert Prime-okat sose adtak. Így egy kicsit jobban is élvezem a játékot azóta. Esküszöm. Tehát, hogy van tennivaló, tudjátok? Mert eddig úgy hopp, egyszer bejelentkeztem, és ott volt már minden
az akkontom van, és így, oké, ez az új Warframe, és ezt csinálja így, meg aztán valahogy élvezetesebb is lett a játék számomra, nem tudom ti, hogyan fogjátok ezt érzékelni. A hátránya annyi, hogy már nem lesznek ilyen platkiosztások, meg ki tudja lesznek, mert a klánomban vannak elég őrült emberek, akik ezzel foglalkoznak gond nélkül. De alapvetően jobban érzem most magam én a játékban, hogy nem vagyok partner, nem kell videókat készíteni azért, hogy itten tartsam a szintet, meg ha kiégek, mondjuk állítólag ez az új partnerség, ez. Hát, Gosson, én komolyan káros szomorúan hallott, szerintem ez egy jó dolog. Ez esküszöm jobb dolog, mint hogy úgy érezzem, hogy itt most nekem videókat kell gyártani, mert a Digital Extreme ingyen ad nekem cuccokat. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán Magyarországon olyan, aki megkapta a partnerséget. Én nem hiszem, hogy őszinte legyek. Mert nagyon azt néztem, hogy ráfekszenek azokra a csatornákra, akik nyomják rendesen a Warframe témát, és teljes mértékben elállnak attól, hogy kritizálják bármilyen szinten is a Digital Extreme-et, hogyha valami nem tetszene a Ugye, hogy abban játékosoknak. nyelvük. Hát ja, én meg azért néha odaszóltam. És szerintem van náluk ott a stúdióban valaki, aki magyarul ért. Hogy őszintén meg 3 hónapot vártam arra, hogy válaszoljanak a partnerséggel. És nekem van egy érzésem, hogy végig mennek az ember csatornáján a statisztikái és a többi videókon. Ja. Szerintem ez történt, és azért is vártam annyit, hogy válaszoljanak, mert leellenőriztek becsületesen. És ugye ahhoz képest, ahol kezdtem, amikor megkaptam a partnerséget, és mostanáig azért alapvetően a csatorna nézettsége is lejjebb ment, meg én is szeretnék egy kicsit jobban profilt váltani, tehát nem szeretnék teljes mértékben Warframe-nél leragadni, mert az már lassan már csak 2 nézőm lesz, mert csak annyian fognak játszani a Warframe-vel Magyarországon. De ja, úgyhogy szerintem Gosdra ez nem szomorúság. Nem akkor elmagyarázom. Igen, na, igen, jó. Nem lehet konzolon akkontot átvinni, de Ugeri, elmagyarázom, mi a Helmit rendszer. Röviden. Ő itt Helmit. Nagyon cuki. Ezt etetned kell. Na most a Helmit rendszer, ha a lore történet szerint volt egy olyan, amikor az infestedekből megalkott, bocsánat, a vírus, infested vírusból beadták a Tessinféle katonáknak, hogy hívták őket, de hirtelen akartam mondani. A Dex harcosaiknak beadták a vírus, azokból Warframe-ek lettek. És ez a koncepciója a Helmitnek, hogy képességeket vihetsz át egyik Warframe-ből a másikba. Mint például itt van nekem a WoW-ban, tegnap azzal szórakoztam. Beletettem az Octaviának a kettes képességét a Warframe-be. Tehát ezt lehet csinálni a Helmit rendszerre. Ahhoz, hogy megszerezd a Helmit rendszert, ahhoz, vagyis ezt a valamit, ahhoz át kell menned Deimoson. Deimoson kell farmolnod, és az ottani család, Entráti családnál kell szinteket lépned. Amint eléred, pont úgy működik, mint a szintlépés, mint a Cetus és Fortuna. Amint eléred a hármas szintet, a fiúnál ki tud váltani a Helmit szegmens, vagy mi volt az. De ott van, oda van írva, hogy Helmit Chrysalis, vagy Helmit szegment, valami ilyesmi. Kiváltod, elhozod az űrhajódba, és mint ahogy annó csináltad a Foundry-val, az Arzenállal, stb. Beilleszted a helyére ezt a szegmentet, és onnantól kezdve megjelenik ez a valami. És ja, hát én elneveztem magyar kormánynak a helmitemet, mert hogy etetni kell folyamatosan, és sosem elég neki semmi. Ezt lehet nem kéne livestreamelni. Na mindegy. A lényeg az, hogy a helmitnek alapvetően vannak képességei, amit bevihetsz a Warframe-edbe. Ezeket a képességeket ugye összeolvaszthatod a Warframe-eiddel, Prime nem számít.
Továbbá el tudja fogyaszt ahhoz, hogy a Warframe képességeket megszerez, mint például nekem itt a Vivsnek a harmadik képessége, ahhoz el kell fogyasztanod a Warframe-eket. És ahhoz, hogy elfogyaszt, és csak normál Warframe-eket, tehát Prime-okkal ez nem működik. És hogyha elfogyasztod a Warframe-eket, akkor ők szépen itt lesznek beolvasztva, és megjelenik egy virágocska. És onnantól kezdve elérhető lesz annak az adott Warframe-nek azon képessége, amit el lehet érni. Tehát minden Warframe-nek saját egy képességét tudod elérni, nem azt, amelyiket akarod. Sajnálatos módon, de egy-két képesség nagyon OP, és nagyon OP-vá teszi a rendszert. Igen, Farkasot jól írja. Ahhoz, hogy a Necralisken tudjál tevékenykedni, és az Entrati családot elérd, ahhoz minimum Master Rank 8-asnak kell lenni. És csak azután fogod tudni elérni. Na mindegy, és onnantól kezdve már össze tudsz olvasztani képességeket. Viszont ahhoz, hogy szinteket lépj a Helmit rendszernél, és muszáj szinteket lépned, mert másképp nem oldasz fel helyet, hogy új képességeket olvasszál be. Ahhoz etetned kell nyersanyagokkal ezt a szerencsétlent. Kurva sok nyersanyagot fog elvinni, úgyhogy ez készülj fel lelkileg. Viszont trükkös a dolog egy kicsit, mert vannak olyan nyersanyagok, amiből biztosan sok van neked, viszont neki nem kell annyira sok, mint például ebből a Kitinus 20-ból, ami most esik, mint a szerencsétlen anyja a Deimoson, kurva sok esik, ebből csak három kell, és elég jól feltölti, abban az esetben, ha éhes rá, elég jól feltölti a skálát, de ez most nem éhes, tehát ha zöld, akkor nagyon kell neki, ha sima, akkor nem tölt túl sokat, ha piros, akkor már elege van belőle. Szóval, ja, és érdemes körbenézni a cuccaik között, mert például erre nagyon ki van éhezve, csak nincsen elég belőle, ebből is nő. Tehát ganglionból van 3-2000 szar, és neki csak 50 kell, hogy boldog legyen tőle, hát akkor megadom neki az 50-et is boldogság. És látjátok, itt a zöld csík mutatja, hogy mennyire van kiéhezve, és ezáltal mennyit fog tölteni egyes szar rajta, egyes nyersanyag rajta. Szóval így állunk. És akkor megeteted, és az ad neki XP-t, és akkor ahogy szintet lép, akkor beolvaszthatsz egy újabbnál újabb Warframe-et, tehát minél nagyobb a szintje, annál több képességet olvaszthatsz be. Ja, tehát gyakorlatilag ezzel jár az etetés, csak már rohadtul kezdek kifogyni a dolgokból, és lehet, hogy neki kéne álljak egy kicsit farmolni, vagy inkább megvárom. Tehát látszik, hogy a Grot Crew-ból is, mert Cetuson sokat jártam, van egy csomó ilyen. Rakjak Hydrinbe Hero 1-est? Hát, pontosan, nem. ja, szóval ebből csak 30 kell, de van belőle egy csomó, úgyhogy valószínűleg ezzel fogom szétetetni című történet. De például a Cubic Dios-ból mi az Isten kell? 12.500? Nem tudom. És Ferritből, ami viszonylag ritka alkatrész, viszonylag, csomót elvisz. Ebből meg csak 50-esével vinni, és ez tök könnyű farmolni, ugye, a irradiétet. Elmész Cetusra, és vagdosod ott a füvet. A beolvasztott Warframe-ek eltűnnek. Igen. A teljes mértékben eltűnnek, Ugeri. Úgyhogy, amit én csináltam, az volt, hogy mielőtt kezdett jönni a Hermit rendszeren, azelőtt egy csomó warframe-et kifarmoltam, tehát nekifogtam és egy körbe, és szerintem egy nap alatt vagy 8 warframe-et kifarmoltam. A nap alatt úgy értem, hogy adtam magamnak 4 órát. 4 óra alatt kifarmoltam a 8 warframe-et, és mielőtt kijött a rendszer, elkezdtem őket már gyártani. Minden akció, amit csinálsz, nyersanyagot fog elvonni. Tehát minden, ha beolvasztasz Warframe-et, nyersanyagba kerül. Ha beolvasztasz képes, összeolvasztasz képességet, nyersanyagba kerül. Ha szintet akarsz lépni, nyersanyagba kerül. Minden lószal nyersanyagba kerül, ezért ez nem egy olcsó rendszer. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell sietetni. És 22 óra, amíg egy Warframe beolvasztódik, és azon 22 óra alatt esetleg vissza tudod szerezni az elveszített nyersanyagokat.
és akkor így ki lehet balanszolni valahogy a dolgokat. Hogy ne kerüljön túl, ne érezd túlságosan az árát, de meg is jelent. És azt mondom, ebből a szempontból szerintem ne rásoltassátok, ahogy a videósok csinálják, hogy kihozzák az újabbnál újabb ötletes kombinációkat, képességeket. Szerintem nem szabad ezt erőltetni, meg rásoltatni. Cserélni. És például most a WoW-bannál, hát el is basztam, meg nem is basztam el valamit, mert ki akartam próbálni valamit. Megmutatok nektek. Nem tudom, hogy... WoW-ban beraktam a Xakunak a egyes képességét, mert hogy a Xaku az tud egy ilyet. És kíváncsi voltam, hogy a Xaku egyes képessége a WoW-ban ultival mennyire fog brutál lenni. Nem azt mondom, hogy nem működik, csak nem olyan látványos, mint amilyenre én számítottam, hogy lesz. Így aztán inkább lecserélem valami másra, majd egyszer. De egyelőre ott hagyom. Szóval... nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a Xaku az tud egy ilyen... Ha elkapcsoljuk az egyes képességét, kijövünk egy kicsit Tenóval, mert hogy jobban mutat, ha ezt csináljuk. És van ez az Exerzis nevű shotgun. Rohadtul nem tudom, hogy ennek így kéne működnie, vagy sem. De így működik. Ezzel. Mert ugye az volt az első, hogy ez Void Damage-et csinál, és annak olyan, mint a Magnek a kettes képessége, a státusza. Így aztán azonnal az volt, hogy na melyik fegyver képes azt elérni, amit a Mag kettese. És valamiért ez a fegyver képes azt csinálni. Nem tudom. Nem, én nem vagyok benne biztos, hogy helyesen működik ez a fegyver, hogy így működik. És akkor ugye azt csináltam, hogy fogtam a WoW-bant és összeraktam. A Xakunak a... izével, egyes képességével, mert hogy mi van, hogyha ultiban is ezt csinálja, de nem igazán úgy sült el, ahogy a punch, igen, tehát Hunban a státusz, igen, és én is úgy azt gondoltam, hogy a punch through a dolog lényege. De mindjárt mutatok egy másikat, jó? Mindjárt, várjál. Szóval gondoltam, hogy mi lesz, hogyha... Ugye eljátszom ezt. Csak valamiért itt kurvára nem úgy működik, ahogy... Szia, Ati! Kurvára nem úgy működik, pedig azt reméltem, hogy jól bestátuszolja őket, lesz egy nagy bubi, és akkor nem kell oda menni és így belebaszni karddal közéjük, hanem csak úgy jó bestátuszolod és ledarálja őket, de sajnos nem mondom, hogy nem működik, de nem úgy, ahogy elképzeltem, hogy fog működni. Szóval, ja. És ezért inkább a WoW-ban rezonátor az nagyon brutális. Tehát nagyon brutális. Tehát nem lőnek rád az elemik, és végtelenségig mész vele. Annyira meghűíti őket a rezonátor, hogy egy golyó nem csappan el, és max range-en 280%-os range-en brutális, amit képes csinálni a rezonátor, és behúzza őket az ultiba, de erről fogunk még beszélni, erről a képességről. És Hun van, magas státusz, ugye? Ugye itt az Exerzis, Happy Days, és ugye van neki ez az alap punch through-ja, csak én még raktam bele egy kicsit, csak hogy poénból. 0,5-ös punch through-ja van, oké? Okay? És van nekem itt... ez. Na most alapvetően ennek nincs punch through-ja, de hogyha... ha belakom mondjuk a... hol van? Mit keresek? Na mindegy, nem?
Hunter Munitions helyett. Belerakom a Seeking Fury-t, és akkor lesz Punch Room, ugye? Ja, bassza meg. Rossz build. És ezt végig próbálja az ember akármelyik shotgunnal. Ez volt az egyetlen, ami a legközelebb állt ahhoz, hogy hasonlatos damage legyen, és van punch through, látod? De a többi shotgun nem képes ezt csinálni, és valamiért az Exorcistnek az a lényege, hogy hosszabb ideig marad életben a golyója. Ennyit tudnék felhozni. És látod, ennek is ott marad, de más shotgun, amiben rakok punch through-t, egyszerűen nem úgy működik, ahogy az Exorcist, és nem tudom, hogy direkte vagy nem, vagy mi a fene, de így működik. Szóval, ja, amit tényleg nagyon tudok ajánlani, az, hogy a WoW-ba rakjátok bele, a tonkorral nem megy, azért, mert a tonkor instant robban. Ugye, amint hozzáér valamihez, robban. És a izével azért megy a szekurával, a pentával, mert hogy ez te robbantott fel, és addig meg se semmisül. És ja, ez az érdekessége. Kroma, na ki mit csinált a kromából? Valaki olvasztott már kromába képességeket? Na, hadd lássam, ki mit csinált a kromából? Mondjátok, ki mit csinált? Mit csináltatok belőle? Valaki olvasztott már be? Kromába valamit? Mert ott aztán azért vannak lehetőségek, és... Elemental Ward-ot raktál Ineros-ba 15k HP? Azt a büdös kurva! De miért? Miért? Kromába Disperser-it? Oké. Én Warcry-t raktam. A kromámba. De... Moának így lett 25k, lol. hol van? Melyik az Warcry Chroma? Tehát, ja. És nagyon brutális lett vele a Warcry-jal, hogy őszinte legyen. Nem kellett, az a jó, nem kellett változtassak a modoláson. És a Warcry tökéletesen beleilleszkedett. Szerintem ez ilyen kb. Egyértelmű dolog volt szerintem számomra a krománál, de tervezek amúgy egy Octavia 2-es képességet is, a rezonátort berakni, a pénzformolós kromához majd. Mert az szerintem nagyon mókás lesz, hogy összegyűjt az enemiket, és oda viszi az ulti elé, aztán majd megbassza őket az ulti, szóval az még kipróbálom, de csak azért, hogy miért ne? Miért ne? Című történet. És az is lehet, hogy az hozzáadom a boltnak az egyes, vagy a smite-ot. Frostot Hydraid van? Mit is kapunk a Frostot? Ice Wave. Hydraidra barátom, van nekem jobb is, és szerintem azt így megmutatnám nektek, hogy what the fuck-ot csináltam belőle. Kettőt is olvasztottam a Hydraidba. Az egyik a Resonator, Pilfering Swarm-mal. A másik pedig a Atlasnak a... Hol van? Nem, ez nem van, ez Petrify. Igen. Atlasnak a Petrify-ja. Mind a kettő brutálisan működik, de a rezonátor egyenesen fasság már, annyira jól működik. És az nagyon brutál, hogy ez egyik farmoló helyem nekem. Nem tudom, mindig kell a polimer. Úgyhogy mindig Ophélián vagyok. De nem tudom, hogy
Ezzel számomra a hidraid most ilyen pillanatban vetekszik a Necrosszal, hogy melyik a jobb és melyikkel élvezetesebb játszani, mert a Necrosz se hagytam, azt is bedurvítottam ugyanezzel a kombóval. És nem tudom eldönteni, hogy melyik brutálabb. Nem tudom, egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy melyik a jobb. Szoktam keresni egy nagyon jó kis kemping helyet, ahol már nem nagyon tudnak így mögém születni. És például egy ilyen tökéletes helyet. Elkapcsolom ezt a szart. És a Redozától hadd hozza őket, és baszok behozza őket az ultival. Néha rásegítek a Tenóval. Na, így jönnek. Néha rásegítek a Tenóval, mert ugye ennek nem nagy a range-e, de mégis működik valamiért. És így behozza őket az ultiba, bazd meg. És akkor nincs más dolga az embernek, csak ezt megy. Még segítségül néha lerakok egy viszpet, hogy biztos, ami biztos, tudjátok. És a rezonátor meg megoldja a többit. És így lehet farmolni, bazd meg. És a visz még néha elkapcsolja a 3-as damage boost. Lehet irányítani, hogy csak kurvára nem akarom, minek csinálja magától a dolgot. És így állok, és meg nem akarom tönkretenni a buildet, tudod? Néha behúzom, még rásegítek a Tenóval. Azt ez mehet a farmolás. És akkor így már, ez esküszöm, bazd meg. A legbrutálisabb kemper módszerek, amit lehet csinálni. És amit nem nagyon sikerült tegnap letesztelni, az, és hát lehet, nem tudom, hogy valamelyikőtök megcsinálta az Atlasnak a Petrifáját, átraktátok-e Necrosba vagy Hydroidba. Ja igen, csak hát a Wisp az néha megbassza őket, és akkor elvakulnak, mert hülyék. 34 FPS-en van. Még nekem is. Szóval, ja, ez így működik. Csak azt nem tudom, mert hogy csináltam ugye egy izét, egy petrifájosat, augment módosat, és ugye az 25%-kal extra nyersanyagot ad, és tegnap gomicicával próbáltuk letesztelni, hogy működik-e, nagyon működik-e, hogy nem, hogy a csápok bár sebzik az elemit, de nem ragadják meg őket, de annak ellenére vajon működik-e a dolog. Hogy hát elméletileg működik, mert a Pilfering Swarm az benne van, és adja a lootot, és emellett még az Atlasnak az egyes képessége is adja a lootot, de egyszerűen ilyen nagyon, nagyon brutál vele játszani. Tehát csak keresni kell egy jó kemping helyet, az, az igazság. Tehát bármelyik pályára, bárhova mész, ha szólóban mész, akkor keresned kell egy jó kemping helyet, ahova be tudsz állni, biztosan nem nagyon születnek mögéd. És onnantól kezdve... Micsoda, három heady aim grind? Miről beszélünk? Viszpre roar-t rakni. Hát az a... de Hunman. Várj, de itt most Hunman, itt most megkérdezem, jó? És a válaszod alapján... Miért Roar-t... Miért raktál Roar-t a Wisp-re? Mi az, amitől úgy gondolod, hogy jobb lett a Wisp a Roar-ral? Hopp, egy Hunter. Jó hallottam? Láló a Hunter. Hello, na, tessék, ez gyors volt. Mit akarok csinálni? És akkor behúzom őket ide, Tenóval. És akkor eléri őket a izé, ugye a szar. És akkor utána legyilkolom őket. És hogy őszinte legyek, nem tudom, remélem működik, tudod?
És ugyanezt a módszert tegnap Gomival csináltuk, úgyhogy nekem a Necrosomba is benne van ez a képesség. Ő hozott hidroidot, leultizott, én fagyasztottam kővé őket, Necros 3-asa be volt kapcsolva, és húztuk be őket a izében. De azt, Hunman, azt ugye tudod? Azt tudod ugye, hogy a Rhino buffja nem Power Strength-et ad. Szóval a Wispedből csak a... Csak a hármas képesség... csak a hármas képesség az, amit nyer. A Wispeddel, a Rhino buffból. Mert a Rhino buff az nem növel Power Strength továbbra. Tehát mondjuk, ha van 300%-os Power Strength-ed, a Rhino 85%-a nem 385% lesz. A Rhino buff az csak damage-et ad. Szóval ez lenne a hidroidom. Szerintem kurva anyja. Nagyon bírom. Az Inarosból, és tudom, hogy mindenki, tehát írtátok az előbb, hogy a Rhino buff nem strength scale-el, damage buffot adsz. A Rhino buff úgy működik, mint egy faction damage buff. Tehát mondjuk úgy működik, mint a Bane of Greenir. Például. Tehát az az enemy, ami érzékeny az adott sebzésre, tegyük fel a korrozív az armorra, azt összeadóan felboostolja. Hogyha egy olyan damage-ről van szó, amire az adott enemy nem érzékeny, azt felszorozza. De Power Strength-et nem ad. Damage buffot ad. Ezt... És ez a távjába lenne beépítve arról? Elméletileg működne, mivel az Octavia, annak ugye az egyese, damage-el, és akkor azt felskálázza. Na. Megvan a tökéletes DPS. Így van, ez így van. Strength-et nem ad, de minél magasabb a strength-et, annál nagyobb a buff ereje, amit a Roar. Ez így van, de csak damage buffot ad, és ezért gondolkodtam, hogy amit amit igazából a vízben az ulti, az tud érvényesülni, mert az damage-el, a hármas képesség érvényesül, mert az damage-el, és végül is ennyi. Hunter, mit ír? A nerf ellene erős a Vino. Hát igen, ha például látod, hogy szeszélyük bifot kap, akkor 400 strength-je van. Redukálták ezzel használ, nincs a DPS mellé buffer, bro. Ezt el is mondhattad volna, mint hogy rákészítesz, hogy felolvassam azt a szart, amit oda leírtál. Nem akartam belepofázni. Mit akarok mondani? Hol tart? Ja, Inaros. Na, hát én az Inaroszomból más csináltam. Tudom, hogy mindenki ráment életre, de 15 ezres életet is egy shotolnak, úgyhogy mindegy. Ezt akartam, hogy tök mindegyik életet próbálj egy shotolni, de 3 ezresen. Úgyhogy én az Inaroszomba beraktam egy Warcry-t, és átalakítottam a modolását. A Grace az benne van, Guardian benne van, legyen ami legyen. De viszont Eternal War-t csináltam a túlélhetőség érdekében, ez ugye Adaptation, Gladiator Set Mod, és az új izé, Carnage és Saxon Carapace-t raktam bele. Csak poénból. És meglepően érdekesen működik. Tehát mondjuk nem én Roar-t raktam, amit valószínűleg majd csinálok, csak poénból én Roar-os Inaroszt, de amit nem ad a Roar, azt a Saxon Carapace és a Carnage Carapace az egészen jó kipótolja, meg a gladiátor modok. És így kevesebb az élet, csak faszom 7000 élet, de én nagyon boldog vagyok a túlélésével. Egysotolják, ha úgy van, természetesen mondjuk elmegyek a százas izére, mi a neve? A víz bosszának? A faszom madárhoz. Rompa Lolis, az egysotolja így is úgy is. Tehát ott mindegyik 10.000 élet, 3.000, 6.000, 7.000, 15.000, az egysotol a százas legalábbis. De hogyha Survivor anyám kinyer, kerül a sor, az a jó szerintem az Inaroszba, hogy ezt az egész set modot lecserélhetem úgy, ahogy van, és berakhatok egy full kutya, macska, bármi másik set modot, mert kurvára mindegy az Inarosznak, nem a képességei tartják életben, szól. Ja, de én ezért
Ezért mondhatni azt, hogy szeretem az Inaraszt, mert hogy tök mindegy, hogy milyen képességei voltak, úgy modoltad be, hogy jól esett a Warcry-jal, meg szerintem csak megnövekedett a túlélése. Ezért csinálnám. Steel Pass Mods, mi van vele? Élet nem volt fenntartható, ezért a Null Star-ra kicseréltem az Elemental Ward-ot. Amúgy nem hülyeség, amit humban írsz. Amúgy. Én például az Elemental, a Null Star-t a Frostomnak akarom adni. Mert csináltam egy Frostot. Csak úgy poénból. Ami így néz ki. És az, tehát nagy, várj, ez volt az, ez volt az, ez volt az, nem? Ez volt az, igen. Ez volt az, ja. Csak mert még, hát még nem tudom, hogy Umbrát csinálok-e belőle, vagy nem, majd még elválik, de a lényeg az, hogy nope, ez sem az az, hol van. Már nem tudom, melyiket csináltam. Ezt csináltam, igen. Ennyi strength-nél teljesen leszedi az armort. És 100%-os armort leszedi, amit meg befagyasztok 12 másodpercre, és tök boldog vagyok. A problémám vele az, hogy ugye néha meglőnek. Egyszer-egyszer, és akkor helyből elesik című történik, és arra gondoltam, hogy a Null Star megoldaná ezt a gondot nekem. De még nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy rezonátort adok neki ide is, és akkor egy tényleg nem lőnek, és én csak fagyasztok, armor le, közéjük lősz, bum, szevasz. De ezt majd később. Szerintem rezonátorral jobban járok. Nem elég magas azon a build-en, a duration? Miről beszélsz? 12 másodperc alatt mit nem lehet gyilkolni ebbe a játékba? Hunter, 12 másodperc alatt hány szintű elemit bontasz le? És hány darabot? Hány Hogy idő alatt? ötvilliót. Hát ne vasszál. Tehát arról beszélünk, hogy az elemek nincs armorja. Nem tudom, én csak Oktáviával játszok. Ja, hogy a Null Star-ra gond. Ja, értem, értem, Hunman, értem. Ja, és akkor azért. De amúgy meg talán nem csak akkor az, hogy az idő, hanem az, hogy 145 range. És 145 range-el lepattognának rólam azok a golyók. Úgyhogy szerintem rezonátorral jobban járunk. Hellózi! Kezi csókolom az uraknak. Ó, Ozzi, Azzer! kérlek. Hallod, ha most témához szólsz, akkor oké, ha nem, akkor live-olok. Ja, jó. Jó. Akkor búcsúzunk. Jó van, drágám. Bazzag, most följössz 5 év után te is, bazd meg. Most. Pont most. Igen, mert Pont három most. év lassan nem léptél be, úgyhogy ideje lesz. Pont po, Igen, po, po, három pont éve. most. Adj még egy órát, aztán rádirak, az dumálunk, bazd meg. 5 év után most vagy képes feltolni, vagy 3 év? Minden. Tíznek Itt vagyok érzékeltem. folyamatosan. Tíz, Szégyed magad. tíznek, tíznek érzékeltem. Szégyed magad. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, Ozzi az egyik klán alapító, már 3 éve fel se tolta a képét. Na, de jó, ezt tervezem Frosttal csinálni. Xakunak is adtam, mert én nem vagyok hajlandó feladni Xakut. Oké. Akkor átfelelkezz. Xakuba beraktam a Warcry-t. Nem működik sajnos. De azt tudom, hogy a rezonátor kurvára működne. De az már túl egyszerű. De ja, már be is raktam a rezonátort is. Na, a rezonátor kurvára működik a Xakuban. Brutális módon működik a Xakuban. Ezt szerintem érdemes megmutatni, mert lecseréltem az ultiát. Mert hogy bitch please, ez kinek kell? Úgyse használja senki, ez egyszerűen a legrosszabb védelmi forma, ami a Xak ultia ebben a játékban. Hunter, te mit csináltál a Semmit, nulla formánál. Pontosan, de én nem vagyok hajlandó feladni ezt a Warframe-et. Azért, és pontosan azért, mert hogy minden defense-től megfosztja az embert. Azt hiszem... Én az egyes képességét izétem baszakodtam, Brutális. felraktam max strength-re, aztán hemennyi damage buffot, azt néztem csak meg. Brutális, bazzag, az egyes képesség. Ezt ledobjuk, oké. 400 valahány strength van benne köbben. Ja, várjatok már, faszom, képesség.
nem is ezt a képességet akartam, hanem ezt. És látja, amúgy selőleg tökéletes biztonságban vagyok tőlük. És ezt csinálom. A többit meg a rezonátor intézi. A lényeg az, hogy mindig maradjuk a rezonátor környékén. És onnantól kezdve már rendben lesz. Mit akarok? Ja, ezt. És akkor így nem lőnek rám. A Hunter próbáltad amúgy a Xaku Exerzis kombót? Láttam, próbáltam. Na, és akkor az ember így megy, aztán elkapcsolom a hármas képességet megint. Bár nem ezt akarom, hanem... Csak ugye az ultit lecserélni kockázatos, amióta jött az update, azóta ugye megállítja a többi képességnek az erejét. Ennyi az egész történet. Amúgy meg az alapjában éve maga az Exergis is egy kicsi erős fegyver. Szóval mondod, hogy Spectre-nek azt ledarálja vele a mapot. Hát ja, és akkor ezzel így lehet játszani. Ez a kard mennyiben jó endgame-be lehet vinni? Ez amit most van nálam? Hát megmutatom neked, hogy én miért használom endgame-be ezt a kardot. Ja. De akkor úgy csináljuk, oké, hogy armoros enemiket ölünk. És nagyjából ugyanolyan gyorsasággal vágja le őket, mintha nem lenne armorjuk. Na, szóval jó. 2000 pont a nekró napig, akkor mit csinálunk? Nem tudom. Meg ez a live. Szóval így látunk. Szerintem ezért érdemes a Xakunak adni a rezonát, mert megengedi azt, aki nézte a Xaku videómat, két buildet mutattam meg. Az egyik ugye, ami ilyen csapatalapú volt, hogy segítesz a csapatnak, megfosztod az enemit a védelmi rendszerétől, és egy másik, ami ilyen szóló, túlélős, kardozós, minden képességet bekapcsolsz. Na most, amit a rezonátorral elértem, az az, hogy nem kell a második build, elég ez a build, és boldog vagy vele, és a rezonátor megoldja az összes többi gondolat. Max, személyes preferencia, kicsit leveszed a range-et, és raksz egy kicsit több időt. Rajtad el vagy akármit csinálsz igazából vele, de nekem ez így, bocsánat, leveszed az időt, beraksz egy flow-t, talán, de én boldog vagyok vele így is. És, ja, nem az, hogy csak a csapatot kisegíted vele a rezonátor miatt, meg elveszed az armort, és most már így szólozhatsz is ezzel a build-el, és tök boldogság van. Úgyhogy én ezért nem adtam fel a Xakut, mert szerintem van benne potencia, főleg így a kard. Nekem egy ilyen kard, ez így van bemodolva, és egy ilyen izén van rám. Slash melee damage, amit én megkombóztam drifting kontakttal, hogy brutálisabb legyen, a healing return-t amúgy egy pressure point-tal lecseréltem. És tudom, mindenki azt mondja, jaj, ne, mert a condition overload mindent megold, de bazd meg. Ez 165%-os damage, plusz 151%-os damage, plusz a condition overloadból kijövő damage, akárhány státuszt is rányomok, Weeping Woods Blood Rush. Igen, ez egy endgame kard nálam. De amúgy a... Izé, Riven nélkül is lehet vele bohockodni, mert átmegy vörös kritekbe a Blood Rush miatt, és a Weeping Wounds miatt teljes mértékben átmegy vörös kritekbe. Magas a státusza, elég magas a crit chance ahhoz, hogy a Blood Rush kihozzon belőle vörös kriteken. Garuda... Mi? Vips 3-as a Garuda 4-es év, úgyhogy a végtelen reakcióba tud lépni. Nem Garudának az 1-esére gondolsz te? Mert amúgy megcsináltam. Ja nem, ja Garudára gondolsz, nem Proteára. Bocs. Igen. Erre megcsináltam a Garudát? Megcsináltam a Garudát. Igen, amúgy. Csak nem... Ja, Garudát izébe csináltam meg, nem abba... Nem Vispel csináltam meg, de én Proteát csináltam meg. Vispel. Ez olyan, mint a WoW-ban. A...
Amit csináltam, hol van? Ja, beraktam ide a Surge-ot az ulti helyére, és az egyessel kombinálva a Surge ugyanazt csinálja, amit a Garudának az ultija, csak kevesebb energiába kerül. Ennyi. Csak ugye a Garuda ultija talán egy picit megbízhatóbb, mint a Protea egyese. Abban szempont több enemit eltalál és a többi, de amúgy igen, jól hallotta, skálázódik meg minden, csak rohadtul energiaintenzív, és nem akartam lekopizni minden Warframe-est ezen a téren. Garudára amúgy majd akarok egy ilyen 2020-as update videót, úgyhogy még nem lőném le a poént, hogy mi lesz belőle. De azt mondom, hogy bár nagyon mókás nézni, hogy a Breach Surge az mit csinál a Garuda ultiával, de kurvára nem segít a túlélésén. Tehát ami jól mutatott a videókban, amit láttatok videósoknál, az kurvára nem működik jól a játékban. Mert baszottul esedékeny a Garuda. Tehát főleg Steel Pass-ban kurva nehéz életben tartani. Főleg egy például ilyen mod szintű pályán. Úgyhogy azzal még várunk. Amúgy a Volthoz hozzáraktam a izét, Wisp 3-osát. Az igazság az, hogy jól működik, viszont csak az élettel rendelkező enemik ellen. Mert kurvára nem, tehát az armor az nagyon megfogja. Skálázódik a damage, meg minden, meg kurva jó nézni, meg az armor hihetetlen, hogy mennyire rosszul működik. De viszont tegnap Gomival, igaz Gomi cica? Igen. Hozott egy Banshee-t, és kettes, Banshee kettes, meg is mutathatjuk nektek, mit szólsz Gomi? Megmutatjuk? Banshee kettes, Volt, Wisp, a Wisp Volt, az mi a kurva anyja kategória? Hozom a Banshee-mat. Szóval, ja. Nagyon, szinte geci gusztustalan. És minden, ami élettel rendelkező enemy, shieldesek is amúgy, kurva könnyen elesnek. Meghívhatsz. Pillanat, még ben vagy, pont bejöttem egy küldetésen. Na oké. Okay. Jó atyát. Szóval, ja. A shield és az élettel rendelkező enemik, nem, egyszer esélyük nincsen, srácok, esélyük nincsen. Szerintem tök mókás, és el lehet vele bohóckodni. Alapvetően olcsóbb, mint a Garuda Wisp kombó. Amúgy. Most már nem akartam 2020-as Volt videót csinálni, mert hogy ezelőtt egy hónappal Relentless Zen feltöltött egy Volt trailert, ahol ilyen level 4000-es pluszos enemik ellen nyomott. És mondom, megvárom azt a videót, megnézem, mit hozott ki belőle, és upgrade-elem az ő ötletét. Úgyhogy, ja, hát ilyen 10000-ig megy föl a damage. Nem tudom, mit szóltok? Jó ötlet? Tetszik az ötlet? Elbohóckodok vele. Energize az kell, mert nincsen benne flow. Nem kell vele campelni. Ajánlom szeretettel mindenkinek. Megvárod, amíg kicsit rájönnek az elemik, elviszpeled magad, utána elultizod magad, és ez egy ilyen Volt ulti kurványa, mit tudom én, micsoda, mert na, de
hogy lássátok, hogy mi a fasz van a... Csak ez egy kempelősebb csapat kell. Ez nagyon... Nem brutál. Mert Gominak mindjárt dobok el meghívól. Igaz, hogy egyelőre csak teszt környezetben próbáltuk ki. Gomi. Meghívtalak. Elfogadtam. Ugye ugye a Bensit, ugye? Bazd meg. Ja. Szia, Egyedi Dávid. Hát akkor olyan Dávid nincs több. Nem egyedi, hanem egyedi. Úgy értettem, egyedi. Jó van, bocs. Hűre. Szóval, valószínűleg amúgy működne élesbe is a dolog. Csak... Hát de szerintem infestetek ellen. Nem. Infestetek ellen egy szólóval is, pont az, de az armoros enemik ellen. Ahhoz valószínűleg be kell állni kempelni egy kicsikét. Ahhoz, hogy működjön. De viszont ilyen jól még nem éreztem magam voltal. Tehát, hogy ennyire kényelmesen játszak vele. Csak szemrákot kapunk, de semmi gond. Az nem számít, az nem értek. Gomika, az... Minél több Banshee megy rájuk, annál nagyobb lesz a damage-ük. És akkor az armoros enemiket így lehet legyilkolni. És a 175-ös a range-em, ugye elég nagy távolságban is használok, tudom használni. Szemrák visszanő, így van. De például itt Gomi ne adj buffot, ne. Tehát, hogyha izéről van szó... Ez brutális, amit csinál. Csak steel pass-ba, tehát akkorát sebeznek az enemik, hogy... Hát, próbálja ki élesbe, várjál. És lelépek. Mert nem jártam élesbe, csak nagyon tetszett az a demiskálázódás, ami megtörtént, és steel pass-ba nem próbáltam, de... Biztosan működne valamilyen szinten. Azt mondja, hogy... Az elite crewman kurvára nem akar meghalni. Szereti, ha fáj. Lehet. Eddig gondolom, meg is buffa jobban megy. Há, hogyne, persze jobban megy. Csak kíváncsi voltam, hogy steel pass-ban mennyire... Állja meg a helyét. Nem rossz. Nem rossz. Tehát az azt jelenti, hogy... Hogy level 3-400-ig normál módban ez egy teljesen megbízható build. Csak az, hogy egyezgetsz meg ultizgatsz, az azért nem rossz. Azt hallottam, megyünk bantizni. Rosszul hallottad. Oh shit. Mi van még itt? Jó, a Protea az is, hogyha már Szemrák Edition-nél járunk. Akkor szeretnék még több szemrákot okozni nektek. itt van. Ja. És ez is egy olyan warframe, mivel nagyon szívesen játszanék, de valami mindig hiányzott belőle. Nem. De egyet tudok, hogy fogok vele csinálni, az pedig az, hogy beolvasztom. De...
nem tudom, mire gondolnál Hunman? Neked mi ötleted volna? Még nem igazán gondolkodtam, hogy mit csináljak Nézával. Én csináltam vele valamit, eskü. Nem tudom, hogy... 18 pluszos, amit csináltam vele? Vele is próbált ezzel a marta, de nem igazán jó szerintem. Nem tesz hozzá túl sokat, igaz? Mi lenne, hogyha az embernek a hármasát adnál oda, armor removal legalább, és akkor megstrippelnéd az armort ezen, amiről. Szóval... És ugye elkapcsolod a hármas képességet, végtelen energiaforrás. Te már rendesen akadozik a stream is. Pedig most 118 FPS-en van. Net nem engedi át a szemrákot. Az lehet. Szóval nem tudom, hogy ez mit szóltok, de kontrollálni lehet ugye vele a pályát igazából. De minden, szerintem azért kell hozzá a csapat első részben. Better nerf, bridge surge. Szerintem az lesz belőle, bazd meg. Le fogják nerfelni a rákba, figyeld meg. Hát a izével megtették. Deathmark. Ja, jó szar is lett, bazd meg. Market for the... Ja. Jó szar is lett. Szóval, ja, szerintem mókás. Nagy nem tudom, én maradok a shooting gallery wow-bannál, köszi. Nagy range-en dolgozom, de úgy érzem, talán nem kéne, 190-es range talán nem annyira kell neki. Talán nem annyira kell neki, szóval mondjuk kivenném a stretch-et, vagy fasz se tudja, mi van még itt, ami range-es nekem, a reach-et talán kiveszem, és hozzáadok még több erőt, hogy még durvább legyen. Az az egyes képesség, még nagyobbat sebezzem. Most jelen pillanatban 770-es, ha fölviszem egy 1000-esre a sebzést, Bridge Surge-el 3,8-szoros multiplier, nem olyan rossz az. Szóval, nekem ez így tetszik, olcsóbb, mint a Garudán, mintha a Garudánál csinálnám az ultiával ezt. Nagyjából ugyanazt a hatást éri el. És folyamatos kis apró DPS-eket tudsz biztosítani az enemire, és könnyebben. Tehát könnyebben tudod kontrollálni a pályát is, főleg ha egy csapat tagja vagy. Mesának amúgy adtam egy roar-t, de nem vagyok vele megelégedve, mármint a teljesítménnyel meg vagyok elégedve, de annyi biztos, hogy ez sokkal jobb. Egy Resonator Waltz Mesa, ezt tegnap izén próbálgattam, hülyeségből moton. A Roros az tiszta, hogy mit csinál. Buffolja a damage-et, az én buildemben, hát mondjuk mit tudom én, hogy volt? Hát, láttam olyan 120-250 ezerig láttam kiírni számokat az ultival, a Rorral együtt bekapcsolva, szóval nagyon brutál volt. Village a Heron? De úgy van, bazd meg, miért? Hát, miért nem tudom. De hogy miért ne? Igen, jó, egyszer élünk, értem én, bazd meg, de... ja, így szórakoztam ezzel tegnap. Vagy mod, vagy Ophelia szoktam tesztelni, ne kérdezzétek miért, de... Az olyan, mint a Warcry Zephyr. Jó, hát... Ebben egyetért, igen, azt mondja a Hunman itt, hogy jobb, mint a Rebuild Shield-es inarról, azt egyetértek.
Persze, mindig ezt a kurva pályát hozza ki, ahol nincs egy kurva gömb. Itt az elején, kurva nyelven. Csak úgy bókából még hozzáadtunk egy viszpet is, csak hogy még brutálabb legyen az az egész. Mert miért ne? Visp egy Ignis Raid-tel, nyerő kombó. És... ja. 190-es range-et használok, amúgy, csak úgy mondom. És tudok sítálgatni. Akkor a izé rásegít nekem. És időnként pont jól jön, remek. Időnként pont jól jön, mert rákényszerít, hogy kikapcsoljam az ultit, és ugye újra elkapcsoljam a izé, és így visszanyerem ugye az ultit. Mi a jó anyától nem haltak meg? És nem tudom, de ez nekem móka. Szórakozás. Ja, hogy ez egy Eximus. Ja, hogy ezek a kibaszott Eximusok, bazd meg a izénél, amit az Arbitrus of Axis rám küldött. És ezért fogyok ki az energiából. Na jó van, basszátok meg. Na már farmoltál két eszencet, meg. Hát ennyi, bazd meg. Amúgy most kell menni eszencet farmolni, 7 napos duplázót kaptam. De mondjátok azt, hogy bazd meg. Ez egy jó ötlet. Hozunk egy garát bárunk korán, ha éppen nem basz meg a izé, Arbitrus of Axis, na jó, most már elmentek az anyjukba. Amire egy kicsit energiaigényes, de amire nagyon kell figyelni, az energia is, hogy ne járjon le a rezonátor, mert ha lejár a rezonátor, meg vagy baszva. Véged van, insta. De, hogy végig ultizhass nyugodtan. Látjátok, el sem kapcsolom a többi képességet. Elkapcsolhatom, de minek? Mondjuk persze, hogy egy random lövés ne jöjjön be, az fontos. Tehát, mondjuk tudom én akkor... hogy vagyunk? Azzal az új egér, ugye? Ez az. Szeretem, amikor bekapcsol az Energize. Energize Musician az új szóval. Igen, már bemodoltam, csak hol vagy War? Ez nem War. Ez nem War volt? Vagy ez War volt? Az War. Az War volt? Azt hiszem. Ja, nincs rezonátor. Jó, hát a vízféletben tartott. Na, hogy jó. Most már jó vagyunk. Szóval, ja, szerintem ez a... el lehet mondani ilyen új mesa, metának, bazd meg. És hát... mindig is ez volt a vágyunk. Úgy mászkáljál mesával ultiban, hogy nem, nincs gondod a lövésre. És persze, ha fel tud tartani az energiát, szóval valami... ez... A régi jobb volt. A nullifierekkel, ezenek pályának az esetében azért meggyűlik a gondod, de minden más pályán, mármint meg is gyűlik, meg nem is, mert ha be van kapcsolva a 3-as, 2-es kombinációja, akkor a nullifier is leszarod, csak nem fogod tudni ultiban lelőni őket. Ez lesz a probléma. Hopp, egy kis energy. És azért Moton Steel Pass-ban ilyen biztonságban mászkálni, ennyivel még nem. Nem tudom, hogy meddig, mikor készül neki amúgy a Mesa ulti, tehát valószínűleg a 400-as szintnél már nem érné meg folyton ultizgatni. Amúgy, mert... de addig is szerintem ez kurva mókás.
És jönnek az ancient healerek, azokat viszont ki kell nézd magadnak, tehát hogy... Látni fogod, hogy a mobok nem sebződnek, de szállnak a levegőbe a nullák, akkor ancient healer ott van közelve. A regulátorban corrosive heat kombinációja van. Úgy vett észre, a heat nagyon jól stackelődik, így kevesebb armort kell megfosszak a corrosive-val. Igen, igen, Hunman, megcsináltam. Ja, lejárt a izé rezonátor, oké. Megcsináltam, Hunman. Ott van, és nagyon brutális. És tudod, mit cseréltem le? Nem a Terrify-t. Vagy a Terrify-t cseréltem le? Azt hiszem, nem tudom. Azt hiszem. De egyszerűen nagyon durva, amit tud csinálni. Hát, nincs szükség már az ultira, nincs szükség tank necrosra. Az igazság ezzel. Szóval, necros. Ja, csináltam egy petrifyosat, ugye? És egy rezonátor max range-eset. És esküszöm, bazd meg. Mit is cseréltem le? Terrify, nem tudom. Nem, az egyes soul punch-osat cseréltem le, jó. De én nem gondoltam, hogy ennyire kényelmes lesz az egész. Liar. Micsoda? Necrosoddal mit csináltál, Hunter? Semmit. Akkor jó. Csalódok benned! Én azt hittem már mindig Warframe-et be van olvasztva és átalakítva. Itt én arra várok, hogy valami értelmeset is mutassanak, mert azon kívül, hogy kapunk pár jó buffot, vagy tudunk kombinálni, attól még ugyanúgy el tudunk menni 10 000-es levelünk. Hát, ahhoz, hogy az legyen, szerintem már meg kéne engedjenek minden képességet, hogy használjunk. Régen is el tudtunk menni endgaming, most is el tudunk nélkül. Na, csak így jó, nekem jó érzés kísérletezni. Érted? Egyértelmű. El lehet vele ökörködni. Ennyi, de hát nem tudom, mit vártál, hogy mi lesz. És így kurván nem lőnek rád, nyugodtan farmolsz, nem kell ultizni, nem blokkolja semmi a izéket. Légy rezonátor közelében. Erősítették így, mert akik nem akarnak sokáig menni, akkor így összekombózva elég OP tímet tudnak alkotni. Nagyon brutál tímet. És hallod, a petrifájos hidraidos, bocs, várjatok, csöngettek! Hi, that's not mine, that's 703. Yeah, but A, you need A. That's just right in the next one and next door. Ne is hajtom senkinek! Szerettem, mikor valaki rendel nekem mindig kaját. Nem veszed, nem adhatom, hogy jól tehát így, nem az lesz, bazd meg, legközelebb elveszem, mert úgy van nálunk, 703-ban lakom, és van 703 A és B, és az A-sat mindig ide hozzák valamiért, mert a minden, ez egy kicsit el van rejtve az ajtaja neki, és másik háznál is van, szóval... Megint. És meg kell kérdezni, ki a füzet? Igen, akkor megeszem, kösz. És szerintem ez egy kurva jó farm, hogy egyszerűen már nincs szükség az ultidra ahhoz, hogy kitankosodj és jobban túlélj az ilyen nagy szinteken. Szólóban tök jó dobálja. Farmon szinte a hülye, ügyelsz, hogy a rezonátor mindig el legyen kapcsolva, és két képességből megvan a necros, tehát... És csak a soul punch-ot kellett feláldozni, érted? Ezt sose használtam, amióta megvan a necros-szal. Tudod, mit tetszik a helmet rendszerben, necro? Micsoda? Gyorsabban fut a voltam. Meg a Gauss. Ez igaz. Na de ja, szóval így állunk. Ezt tudja a rezonátoros necros, szerintem kurva jó ötlet. És ja.
A Petrify-os sem rossz, amúgy. De szerintem az így alacsonyabb szinteken elboldogulsz, mert ott mindig kapcsolgatni kell. Az inkább arra. Mi van még? Hát ja, meg. Mit csináltam megből? Elfelejtettem. Ja, szerintem az is rezonátor tettem a meghez. Nem tudom már. Meg kell, hogy győződj róla. Fontos. Fontos. Nem, Surge-ös meget csináltam. De miért? Lesz egy rezonátor... Rezonátoros is, de... igen, megcsináltam, de... Sajnos nem... Nem annyira látványos, mint amennyire számítottam rá, mert a DPS-sel nincsen gond. De... De nem pont az, amit akartam. A lárvával egyetértek amúgy, Tomi, a Necrosra. A Mirage buff se hülyeség amúgy. A lárvával egyetértek, de az csak endofarmon poénos. Hát így a lárvás Necrosz. De amúgy ja, lehet, hogy lecsinálok egy lárvásat is, és akkor mind a három meg lesz. Le lesz fedve minden, mindenhova a Necrosz. Ja, mi a fasz? Nekem ez kell, nem az ulti. Ne ultizzál nekem. Na, ezt miért csinálja? Aha. És mit akarok? Ja, az egyes képes. Így. Szóval nem... Nem épp olyan látványos, mint amire számítottam, hogy látványos lesz. Értitek? Ezt meg nem értem, hogy miért csinálja. Ezt valaki elmagyarázza, hogy miért csinálja? Nem rákapcsolja az elemire. Nem rákapcsolja az elemire, hanem... Szia, Toncsi! Hanem... Ó, Istenem, ezeket meg kell ölni. Kurva idegesítőek. Na, ez egyszerűen... Ja, amúgy... Ez... Egyetértek Tomival. Warframe Cinematic. Hát volt a Warframe Cinematicba. De igen, de nem, hallod? Buggol az egész szar. Azt hiszem, hogyha hosszan nyomod, akkor hozza elő. Aha. Azt mondom, még én sem láttam, majd nem is sokat várfilmeztem az egyébként. De mindjárt, tehát, hogyha röviden nyomom, akkor működik, akkor faszol. Ó, Istenem, ezeket nem bírja megölni. Szóval valami működik, mert így is brutál damage-et tud leosztani. De nem... Nem konkrétan erre számítottatok, igaz? Tehát... Valahogy úgy látványosabbra nézett ki az egész. Meghagyom, mert mindenképp hasznosabb, mint a pool ebben az esetben. Brutál damage-et így is ki megcsinálja. Mi kell még? Bubi a bubiba, Hunman.
Na, tehát akkor emeltek, ha hosszan lenyomod. Ja, ha hosszan lenyomod, megcsinálj. De akkor instant elesel, bazd meg, szóval... A Tomi, a izére gondolsz, hogy a visznek a Surge-ét odaadni Ashnek? Még ne... Hát még nem olvasztottam meg. Még nem olvasztottam össze, de az biztos, hogy brutál. És sokkal kényelmesebbé teszi az Ash-t, mert ad időt neki, hogy elkapcsolja az ultit, sőt a rezonátor arral is kurva jó lenne. Mert az is időt ad az Ash-nek, hogy elkapcsolja az ultiját. Vagy akkor mire gondoltál? Mert ugye amúgy az Ash-nek az ultia, az szinergibe van a Viz-nek a hármasával. Szóval skálázódna a damage. Ki is próbálhatna. Ja, Mark of Death. Hát túl nagy nerfet kapott. Szerintem. De olyan, de nem olyan, mint egy hit. Kipróbálom majd, hogy... Ja. Értem, jó van. Igen, de az biztosnak kell lenned, hogy a közeledben vannak. Az igazság. Ja, az már be van. Az az igazság, hogy ez esetében... Igen, még... hát... Ötven százalékos extra damage-ér. Akkor... Majdnem 100%-os damage lenne, vagy mi? 200%-nál? Hát, tetszik az ötlet, csak nincs rá garancia, hogy... Mert hogy az egyetlen dolog, ami belekötnék Tomi az ötletedbe, hogy a range csak 10 méteres. Hiába húzom ki 200%-os range-re, az csak 20 méter lesz. És az nekem annyira nem fekszik. Ha már robbanok, ha már egyet le izé fétől teleportolok, akkor robbanjon fel a környék. És hát... Tudjátok mit? Ó, de jó, pont lesz rá anyag. Ú, bazzag, na melyiket cseréljem, leget? Shuriken, lecserélem. Melyik konfigó volt? Az? Á, mindegy, megcsináljuk újra, hogyha úgy van. Legyen C konfig. Hol küldted el, Tomi? Üzenetbe? Na viszont most így, hát erre kíváncsi leszek. Kétszáztíz idő, 145 strength, az talán elég. Legyen még egy... Van hely? Aug. Így. 169, az ideális. Esnek.
Nem. Hát ez egy elég kockázatos es. Én ezzel félnék játszani. Én ezzel... Nem félnék, nem az, hogy rossz a modás, hogy ilyesmi, csak... Ez nekem brutál, tehát én nem... Nem biztos, hogy akarok ennyire mozgékony lenni a pályán, mint amennyire ezt ezzel az essel tartani kell. Az azért... Az egy brutál modolás. Na jó van. Ja vár, ezzel az a baj, hogy nincs elég range-ünk, és a surge az csak 7 méteren halt, ami nekünk nem jó. Szóval találjunk ki valamit, ahol kihasználjuk a surge-et és az ultit. Szóval kell... Idő kell, meg range kell, meg erő is kell, de erőből nem kell olyan sok. Battery low. Anyád a battery van. Charging battery. Menjünk egyszerűen egyelőre. Semmi komoly. Csak csináljuk ezt. Oké? Okay? Kelleni fog flow, kelleni fog continuity, az biztos, kelleni fog range, range, 175 range, az már 31 méter, az tökéletes, az jó, rakjunk neki egy steel charge-ot. Oké, okay. Van időnk, van range-ünk, van erők, 169-nél nem kell tovább. Akkor legyen effektivitás, igaz? Legyen streamline, hogy az ulti egy kicsit olcsósodjon. Több erő. Ja, és hát egy vitality akkor már, igaz? Tegye fel, nem. Most valami. Megnézzük. Szia, Sanyi! Megnézzük. Ennyi. Kipróbáljuk, hogy mit tud. És hogyha ez a szar ad nekem annyi időt, hogy faszán bemárkoljam az enemiket, akkor ez még brutál lehet. Ez még, akkor lehet, hogy újra megszeretem az est. Én esküszöm, nekem kell a régies. Best made to win. Nekem kell a régiás, nem tudom, hogy vagy vele. Ja, jó volt nézni az animáció. Hát én nem bántam, de utána megkapta a változtatást, utána már még a régi ulti volt, de már az új animációval, hogy csak a klónokat nézed. Ja, de az a kijelölgetés, ez nem tetszik. Én nem viszont a régi. Sem. Nem értem, hogy... Hát, ja, igen. Csak... Ó, és jelölgetés közben is. Effektív kérdője. Őszintén szóval! Nem tudott egy-két 20 000-es szám felvillan. És azért Steel Pass-ban mégiscsak 200%-os a... Energize kell. Nagyon kell.
Szerintem a shooting erőses az jó. 24.000, 16.000, hát... Hallod? Nem mondok rá nemet, tudod? Inkább fun. De inkább fun. Hát azért... Alacsony szinten azért ez... Azért nem mondhatod, hogy nem hal. Tehát oda nézz, bazd meg. De ez, én ezt beérem működésnek. Rocks egy trigger, ennél is ez az Happy Days. Hát az van. Az van. De brutál, hogy folyamatosan láthatatlan vagyok. Nekem inkább azt tetszik, hogy inkább levesztem nullára az Atax Play-et csak azért, hogy a cinematikot nézzem. Hát... Hát azért öli őket, na. 38.000, 5.000, volt ott 20, 20.000-esek kurva gyakran, 49.000-es. Hova raktam a kólámat? Megittam. Az vissza? Nem. És a triggeri kurva gyakran bekapcsol, ami szimpatikus, hogy őszintén. Hát ott legyen. Vagy mellettük, sőt. Fog is. Srácok, vélemény, írjatok valamit. Írjatok valamit. Töröld le. Ez bejön. Szóval érted, hogy van. Meg gondolom az első ultijának csak a saját törét használja. Az mindegy, hogy milyen kard van nála, nem? Nem, az ability-t használja, nem a kardot. Ja. Tehát azért bármilyen kardot raksz, akkor sem nem, lesz erősebb az ultia. Magyarul nem hat rá passzív. Ma akkor jó lenne, jó kis coverlételét is tör, vagy valami nagy finisheres tör. Hát azon gondolkodok, adok neki még több erőt, tudod? Csak akkor hatna rá, ha az esőn, nem a képesség, úgymond. Na akkor, mert... Tetszik, amit látok. Umbra kardja S4-esével nem működik, mivel nem lehet össze... Ja, a Skyhati-ra gondolsz. Igen, hát arról már csináltam videót. Az nagyon jól működik úgy, igen. De... Szóval lássuk, hogy... Mert valamikor nagyon régen kiszámoltam, hogy hogyan skálázódik az S-damage-e, és melyik az a... erőpont, amitől már nem érdemes feljebb emelni az erejét, és ha jól emlékeztem, valahol 170 körül volt. Most sebet 3380-at. Ez steelpassos enemy-nek állítólag olyan 19 milla körül van az élete. Együtt armorostól innenestől. Hát szerintem, ha ezt nem tudom megemelni 4000-re... Jön... Az a baj... Hogy ebbe a build-be szerintem nem szabad Blind Rage-et használni. Kajó, viszont... Mert akkor túl drága lenne itt a... Energy per Mark 10 Energy...
Rakd bele egy Ja, Umbra hát Intensifit, az nél meg. 18-ba kerül egy energia, bazd meg. De cserébe 5000-et sebzek, szóval... Fölhívja Necro. Tessék? Mondom, Umbral Intensifit rakd bele. Formázatlan S-Prime-ról beszélünk, gondolom. Akkor törődj le! Akkor törődj le, bazd meg. Figyelj, formázatlanban ezt kihozni... 15-be kerül egy márk, és 425 energiám van. Ez nem éri meg úgy, hogy folyamatosan kapcsolgatni kell a izét. A... 7,5. Kurva drága. Igen, ha láthatatlan vagyok. De a láthatatlanság kurva kevés itt, úgyhogy ez nekem nem éri meg. A Blind Rage. Viszont... Ez már lehet, hogy megéri így. 20 másodpercig tart a vakítás, ami szerintem kiváló. 4-szeres D-bizével, multiplierrel és 4000-es ultival. Ez szerintem lehet, hogy jól működhet, nem tudom. És egy kicsit gyorsabban öli meg őket. Bár nem hinném, szerintem nem azt nem szoroz. Az ultiának a damage-e ezen a téren, hogy mennyire nagy. Vidd fel a kombódat, azt meg tudod mekkorát itt. Jó. Csináljuk azt. Olyan 20 000 satszolom. Csináljuk azt, vigyük fel előtte a kombót, igazad van. Kösz, hogy idehoztál. Úgyis usta voltam gyalogolni. Na, kombó felvíve. Csak úgy szimplán egy mobra, ennyit bassz. Surge nélkül. Hogy érted? Ó, a hármas, hát, hármasra gondolsz, vagy mi? Vagy nem, milyen? Maga a négyes. Csak... Ja, mindjárt. Intézzük. Várjál, csak... Ugye most Vitality kimaradt a partyból. Ezért... ...25 000 körül vagyunk. Crit nélkül 25-14 000 között. 6-20 000, jó tippeltél. Mert mindig ilyen 170-ekkel szokták az est vinni, kb. Ja. Hogy micsoda? 170 strength-ekkel. Aha. Mert volt ott, hogy már annyira skálázódott régen az életük, ugye, nekik, hogy már nem volt érdemes tovább. Hát úgy használták, hogy 170 strength meg az energy conversion. Most viszont van helmet képesség, ami energy conversion. Amúgy. Ja. Ja, de most... Hát felhasználhatod azt is, de szerintem ez itt jobban megéri a Breach Surge. Mint az, mint 50 strength. Ja. De mi volt az a 6? 6 crit? 6, bazd meg! De ez szerintem újra visszajött volna az ultizós es, szerinted? Én csak így mondom, azért használom, hogy cinematikot nézzek, amikor unatkozom. Valamikor egy izé blaze tudom 1,5 percig tartni, ami kimegy popcorner. Vagy valami. És néha csak egyesek csak 2 jelölést teszek rá, szóval még az sincs, hogy... Hát ez itt a kultúrád. Hát egy is elég van. Na meg kolyad basz. Mert 12-es ugye a kombón. Nem elég, 152 000. Az mi volt?
Ja, az ezt az az éviszi. Szokásos, ha hívem. Kifogyok energyből is, ahogy, de nem vészesen feltartató. Addig meg elbóckodok láthatatlanba, azaz. Ez egész jó amúgy, tehát halljátok, ezer éve nem játszottam S-sel. Tetszik, hogy a Bridge Search időt ad arra, hogy beultizzak, és nekem az S az ultiról szólt amúgy is. Nekem ez így bejön. Nekem ez így bejön. Lehet vinni egy kutyát, ássa az energiát, nem kell azzal sem bajdolni, igazából. Láthatatlan lesz a kutya, hogy láthatatlan leszek? A trikeritől? Azt hiszem igen. Mármint a trikeritől nem, de ha abból láthatatlan vagy, akkor állatok is láthatatlanok. De egy a kutya a megjelöléssel damage buffot ad, az nem rossz. Esnek jól jöhet. Mert hogy ugye damage buffot ad, csak így nem tudom, a közelébe van, azok kurva gyorsan halnak. De life supportot nem bírja fenntartani. Ezt látod? 4 perc, elbuktam a küldi. Stop, stop. Ez 5 percet sem bírja. Life supportot nem bírja fenntartani. Hát ez egy ilyen lightos defense-re mehet vissza, és vagy nem tudom. Régen azon voltam elő defense-en amúgy is. Nekem tetszik. Nekem bejön. Kászol, ez... Nekem bejön. Elteleportált. Aha, ha te is láthatod, vagy akkor az izé is az. Már kompanium. És szerintem a rezonátorral is jól működne. Mert az is időt adna neki, hogy ultizzon, nem lőnének az enemik, kényelmes lenne, nem kell a láthatatlanság. A rezonátorral megtarhatnám a Seeking Shuriken-t. Mert akkor a shooting elejt aztán tudnak visszalőni rád, szóval... ez így jó, ez nekem bejön. Ja. Hát gyerekek! Én egyelőre ezeket olvasztottam be, és most kijöttök, várom az ötleteket. Mert ha nem, akkor szerintem lassan abba adjuk, mert már úgyis 2 órája nyomjuk lassan. Hogyha van valami ötletetek, akkor azt leírom, és szerintem megvalósítom, hogyha jó az ötlet. Amúgy, mert hogy miért nem. És hát jó. Lássuk. Valaki? Valami? Szalimpos Tesszener. De miért? Várjál, mit csinál a Tesla? Ja, bóba. Sarinra azt a Fire Blastot kaptam, csak azért is vigye le az armort. Ja, de miért csinálnám ezt Sarinra? Mold a Gausson. Oké, mold a gaz. Szerinted te csak gyorsan akartál futni? Hunman. Tehát Tomi, magyarul te mondjuk Rhino traktárra, proteában. Gauss szarin. Az jó. Az jó. Az oké. A Firewalkert azt a Voltra raktam. Az jó is. Ja, hát attól is begyorsul, ja. Firewalker vagy akkor izé, mi a neve? Ki adja a Firewalker-t? A Néza. Nézja. Trap frame. Tesla a limbóval is jó. Tudok jobbat. Add a limbónak a rezonátort. Következő prime úgyis a Néza, úgyhogy... Meg Mirage. Miért? Hát a Mirage
Meg több pult kapok. Miért, az miért jó, Mirázsa? Lemaradtam valamiről? Esik. Pull a limbóra, az okés lehet, csak szerintem a rezonátorral jobban járunk, mert szerintem az előbb behozza őket. Nem, igazad van, pull talán jobb. Hát nem tudom, attól függ, hogy hogy fagynak le. Azonnal, hogy belépnek a... Ezt ki kell próbálni, de a pull lehet, hogy jobb ötlet, mint a rezonátor. Ahogy behúzod őket. Vagy mégsem, mert... Nem, inkább rezonátor. Mert akkor biztos, hogy mindig van energiám, és nem kell azzal törődjek, hogy... Lesz-e a poolnak energiája, vagy nem? A Enzner, azaz, vagy a lárva. Igen, 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 azaz, limbo lárva. És szerintem lárva lesz belőle. Visz Warcry, hát az brutális lenne. De te melyik képességét cserélnél a Visznek, az ultiát? Kettesét fogja. A kettesét? Mm-hmm. Ja, igen, igaz. Visz Warcry. Csak a baruk Warcry. Csak a poénért, csak az már kész van. Ja, amúgy igen, a barukat is megcsináltam. De igen, Warcry-t adta? Warcry-t adta neki a baruknak, igen. Wisp... Mi volt? Wisp... Wisp Warcry. Legyen Wisp Warcry. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Snare Atlasszal. Melyik is ez a Snare? Kinek kiadja azt a képességet? Nare. Fasz tudja. Kiadja a Snare-t? Chroma Warcry az megvan, azt megcsináltam. Kora. Ja, igen, 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 igen. Az is összem. Igen, ez mekkora ötlet! Kora Atlasszal, igen, kérlek, igen, az jöhet. Az brutális pofozás lehet. Necros Petrified megcsináltam. Az brutális lehet. Atlasszal, mekkora fasság! Úristen! Ja, az nem rossz. Mérés a hidroidus behúzza izébe. Spanyait. Hidroidus... Ja, hát én rezonátorral oldottam ezt meg, de a... most, hogy így mondod, eszembe se jutott a nidus. Isten berántja őket. Igen, és... Ja, ez csere lesz, igen. Ez, igen, ez egy jó ötlet. De attól a rezonátort megtartom, mert jót crowd control, de... De nem, nem jó. Nem, várjál. Be. Akkor viszont range-et kell adjak. 100%-os range elég a izének? Nidus 2-esének? De amúgy kurva jól működhet. Rövid idővel, igen. Á, még meggondolom, de felírom. Azt mondja, híd... Raid... Nidus. Én ezért csináltam a vízből elementál vardosat. Nem én. Azt mondja, a lárt van 8 méter. De az Enzner lehet, hogy jobb lenne, mert az Enzner az nagyobb távon hat. Vagy nem? Jó, lehet, vagy Nidus, vagy Octavia, mi a neve? Kora. Azaz, ja. Hildrin Elemental Ward. Hát... Ja. Az se rossz, de nem annyira... Valahogy olyan, mint a két képessége kioltaná egymást. Valkyr Eclipse. Egyesre, bele. Hát végül is elég brutál lehet. Azt megcsinálom, Valkyr Eclipse-e. Az durva. Az azért az jó damage is lenne, jó túlélés is lenne a Warcry-jal együtt, ja. Az elég durva.
Milyen téren megbízhatatlan az Eclipse? Hogy mire gondolsz? Dalanor. Hogy vagy működik, vagy nem, vagy hogy nem mindig a damage-et adja? Ja, hát az mondjuk nem baj. Hát ha nincs fény, akkor meg kevésbé találnak el, nekem ez nem probléma. Tehát nem csak a damage buffa jó benne. Total Eclipse-re gondolta? Augmentre vagy? Igen. Igen. De nem is kell, pont, és talán pont az a szépsége neki, hogy nem is kell. Ja, és Total Eclipse-el meg nagyon jó működne. Energize Munition, de nem tudom, mit csinál az Energize Munition. A Moeficiency, tudod? Ezt ki lehet húzni 100%-ra amúgy? Szerintem nem, csak a durát tudod max növelni szerintem. Meg a Drain-t. Hát még nem tudom. Ez az Energized Munition nekem ez annyira... Van egy-két fegyver, ami hasznot húzna belőle, és az Arcane Pistolérrel még brutálabb lenne ez az egész valószínűleg. De nem vagyok én ebben olyan biztos még, hogy nekem kell ez a képesség. Titánia. Ja, ja, hogy, ne, hogy ne, neki rakta be ezt a képességet? Az nem rossz. De minek? Hat rá az Arcane Pistolernek. Hat rá az is, de hogy akinek nincs Arcane Pistolér, mondjuk annak valószínűleg az úgyse jut el a Hermit rendszerig. Be. Titánia Pilics. De amúgy nem hülyeség, végül is. Titániával, ja, ez egy jó ötlet, ez egy korrekt ötlet. Oké, okay, egy Warframe. De, hogy őszinte legyek, például... Most bejött szomára ez a mód. Azért annyira elmestem hasra tőle. Hiányzik a régi szoba. Hát... ja. Annyira azért nem estem össze. És még nekem azért van itt egy ilyenem is. Még sem elő, még egy argonszkópot is használok, csak hogy... És szerintem nem akkora szám, mint amekkorának hangzik, tehát hogy... De most komolyan, hogy például most írod ott a Titania Pillage-et. Én nem is értem, hogy Digital Extreme-et mit gondoltak, hogy ki fogja beolvasztani a Pillage-et, miért és hova? In the identifying object. Szerintem ez nem akkora szám.
És gondoljátok végig, három crit modon van benne. Tény, egy kicsit erősebb lett, na, de csak kicsit, nem nagyon. Más státuszt a nyerő. És most fejbe lövök, de hát... Hallod, 81-eket lő testre. Ez mi? A mögötte lévő mondjuk meghalt, szóval az se rossz. Én régen szerettem a szomát, nagyon szerettem a szomát, de... Jó kis fegyver volt régen. Mondjuk nem az se rossz, csak hogy régenben... Próbáltam a Vyrrel-el is, és szerintem rosszabb, mint korrozívvel, hogy őszinte legyen. Itt a valódi munkát a izé végzi, Hunter Munitions. Nem is a... Nem is maga a fegyver. A crit végzi a slash-t. Hello. Mediókre. És ez normál szintű 170-es, ez Steel Pass-ba kiröhögnék a Soma Prime-ot. Homobol. És megkérdeznék, miért vakarsz, tehát így... Hát most komolyan. Régi fénye letűnt ennek a fegyvernek, tehát így... Hát nem tudom. Amikor vannak ilyenek, hogy Kuba Brahma, meg... Izé, Ignis... Mi a fasz kilódjak? Soma Prime-mal. Meg Axel trabazd meg. Ilyenek vannak, akkor most itt kilódjak. Ja. Spectro Rage Grendel. Na látod, Grendelen gondolkodtam, Spectro Rage, az mit is csinál? Kinek a képessége? I don't know. Kinek a képessége a Spectro Rage? Gara. Ja, a hármasa. Az amikor tükrök vannak közel. Igen. Na most csak azért rakjam be, hogy energy dobja nekem 50%-át, séjjel, augmentel. Aha. Mit nyer a Grendel a Spectro Rage-re? Igen. Amúgy a Grendelnek gondoltam, hogy beolvasszam és lecserélem a... Elveszem a képességeit. A Noris meg a izé miatt, de hát... Mindegy, mikor van egy Rhino buff, érted? Hogy a Norist meg a Strike-ot adná. És mi a fasznak, amikor van Rhino buff? Meg van Warcry. Beveszi a hasába, beszalad a spektrálisbe és kiköpi. Hát az... Az nem az... Az inkább fun. Az milyen... Oh. Igen, de az ilyen lehet, gesz, hogy... Mikor három másik játékos néz téged a pályán, ahogy te rohangálsz, hogy Grendel-es viszed be az enemiket a izé a tükörszobába, az meg. Krepékon... És ilyen kretékom... És akkor hárman nézik ott, hogy a Grendel rohagál, mint a fia bazd meg. Visszajézzék, mi a fasz. Kretékom, de működik. Ahogy jól írtad, igen, valószínűleg igen. Hát ez... Biztosan jó, meg vicces. Ez kurva jó. Ez kellett volna amúgy az egyes képességét adni a Grendelnek. Nem a faszom izé hármasát. Az kellett volna, és például milyen lett volna Limbóval az egyes képesség? Érted? Beszippantod őket az Isten faszára, és kiköpöd őket a bubi alá, vagy valami. Ahogy... De így, hogy rohangálsz a izével, az izékkel a hasadba vesz meg. Az ilyen gezi kurva anyja. Nagyon brutál. Istenem gyerekek, ez jó volt, ez a Grendel, ez oda baszott. Kiégetettem. Ez brutál lenne. Na jó, most srácok. Nem egy kapul amúgy. Ezt szokták volna. Nagyon durva.
Na jó van, gyerekek, én nagyon, nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, köszönöm az ötleteket, a Volt Smite. Mondom, is hülyeség. Egy dolog. Rá lehet kapni a két double buffot? Mert azt mondták, hogy nem. Hát, elméletileg nem. De. Én de. Azért nem mondtam azt, mert egy két olyan sebzős buffoló nem lehet. Várjál, 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 ezt meg tudjuk nézni, mert nekem be van olvasva már a, izé. A... Dalanor, ezt már megcsináltam. Ez fordítva is igaz, úgyhogy... Reszter Rage Octavia. Ezen a grendben hát, esetre jövök, bazd meg még mindig. Ó, az a nyelv. Ja, már nem tudom mivel megetetni, bazd meg. Megnézzem én már nekem izé. Asszem. Kifogyok a... már annyit etettem az elmúlt időben, nem tudom már megetetni vele. Zsoberont beduráltam egyáltalán? Ha benne van. Kokén egy volt. Mit te infúzión? Ha rá lehet rakni. Rá lehet rakni? Mindig kell ebből az arból. Talk shield, melyik config legyen még a C. Tehát úgy érted a smite volt és kurva anyját rá lehet rakni? A smite infusiont rá lehet rakni, azt most nem tudom, hogy az augment hogy működik. Rá lehet rakni. Tehát akkor a Shock Trooperrel, meg a izé Smite Infusionnel is... Azt mondták pedig, hogy nem, azért nem is próbáltam. Hát akkor én rárakom most. Aha, bele lehet rakni, mind a kettő. És az Augment modok is? Aha, benne vannak. Lássuk, persze. Hát ez durva. Rock Trooper. Geci, most a minden izémet át... Ah, jó van. Megkrosszolod, mit jelent? Nincs meg a Smite Infusion. Mehetünk CSS-et hallanunk. melyik szindikát sodja a Smite Infusion? Szerintem a Loka, de nem biztos. Fasz tudja. Nem. Nem. Mi, tudom, azt mondta, de a damage buffo 900%-a jövő filmbe. Ja, hát akkor ne szóljunk neki. Hát nem a Loka adja. Akkor izé, Red Veil? Maybe? Nézem. Nem. Kurva anyádat. Ne basszál már ki velem. Az meg, adjad ki smite-ot, bazd meg. Adjad ki smite-ot. Perin. Adjak smite-ot. Hogy kell? Ott van, bazzeg, a lokában van, ne basszál. Hol? Mi? Miről beszélsz? Ne hazudjál! Írd már oda felfelülre, hogy izé smite, bazd meg. Ja, ott van. De... Le, ki hány éve is van Warframe-ben? Kussoljál! Kussoljál!
Ja, engem cseszigettél meg egy múltjából, és itt találod. La 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 la. Hol, mit akartam? Ja, ezt akartam. Milyen faszén nem mondod, hogy ezt akartam, ha? Azt akartam meg. All right, baby, 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 oh. Elnevezem sok smite-nak. Double buff. Double buff. Itt tudom, hogy mi a fasz van vele. Ez szerintem beteg. I don't hunt, mind a kettő, jó? Ahogy. Ja. Hát ez 200%-os extra damage, oké? Electric ugyanúgy. Az nem rossz. És tudod, mit még bele tudnék tenni? Vigorous swapot. Be. Mert miért ne? Mert ugye úgyis Redeemerrel vadászok, meg valami sniperrel. És akkor miért ne? Egyet lő sniperrel, egyet Redeemerrel. Fasz se tudja. De nem, az már túl. Pontottam a build-em. Nem tudom, hogy mi volt benne. Sifi? Nem. Transient? Nope. La 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 la. Ah, mindegy, jó lesz az ott, faszom. Jó lesz ez így. Szeretek a kezdőről, és sokat tudom, hogy jövőkkel arra kapcsolódás. Köszönöm szépen, Bioshocker. Köszönöm szépen, örülök, hogy beváltak. Hát akkor ez most innen kimegy. És... legyen ez. Jó, ez így jó lesz. Sok smite, de ezt a Deathmart voltot, ezt le kell cseréljem, sürgősen. Sürgősen le kell cseréljem. De mire cseréljem le? Breach Surge voltra. Az már vagy megvan. Fire Blast voltra. Fire Blast, igen, de a Breach Surge az megvan, Fire Blast. Csak még a, ja, az embert azt most gyártam amúgy. Azért. De az lesz, Fire Blast, igen. Az nem rossz ötlet. Jó lenne, hogyha Fire Blast és a Breach Surge együtt működne a voltba. Aha, az elég brutál lenne, akkor meg lenne oldva, sok gondunk meg lenne oldva. És akkor mennyi sebzem, nem mennyit sebzem abban, igen. Ja, nem is lenne rossz. Még, ja, hát még a néz a várat, Bensi várat magára, Garuda. Azt tervezem, hogy a Garudának a bloodlettingét odaadom az Omeronnak. Szerintem bazd meg az innen rosszok, mert akkor hát dobok egy hálatast. Nem éri meg, nem tudna életben tartani. De az, de az Omeront igen, még brutálabb lenne, szerintem. Az egyes képessége helyett beraknám ezt, elkapcsolnám a hármast, és szerintem brutál lenne, mert hogy... Én inkább a izével kísérleteztem a Empower-össel, hogy mennyi buffot tudok hoztani a Rhino-val, meg ilyenek. A Rhino-nak adni az izéjét, az Empower-t? Hát buff a Rhino-nak egyértelmű. Ja. Ebbe a build-be. Mert itt a hármas az... 105 másodpercenként, és a Garuda az nagyjából 60%-ot tölt másodpercenként. Charging battery. És bassza meg, hogyha lebírják utána charge lőni az overhaul-ovat.
Ja, oké, okay. Tehát ja, akkor Rino, azt meg leírom. Rinónak még több buff. Hát amit a legtöbb, amit kihoztam, mert az 257% volt. Igen. Szólóba. Nem rossz. És Oberon Garuda. Gondold végig, pókra vadászol, ott van még a Garunának is az élettöltése, megállhatsz egy helyben, és nyugodtan lőheted a pókot a faszba. Oberonnal. Zsobero. Ja, és esetleg még egy smite-tal, vagy tudom én. Miért ne? Ez brutál. Jéééé! Az lenne a másik, hogy a Vince-nek odaadni a Garudának a Bloodletting-jét. Lesz neked. Még brutálabb lenne az is. Na, jó, most ha tényleg abba hagyom már, mert rohadt éhes vagyok, nem ettem semmit, mert felkeltem, és azóta még füvet is nyertem, írtam a kertbe, volt minden, hogyha már éjjel döglök. Srácok, azt nyerted. nagyon köszönöm a figyelmet. Fingom sincs, mikor lesz legközelebb live. Most is azért lehetett, mert hogy 14 nap karanténban kell lennem. Miután visszajöttem Magyarországról sajnos. És nem tudom, hogy lesz. Igyekszem, ha így összegyűlnek a dolgok, akkor igyekszek tartani időnként egy-egy live-ot. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttök, tök jó, hogy még ilyen hosszú idő után is mindig visszalátogattok. Ez tényleg jól esik nagyon, úgyhogy ja, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Hallod, Necro, van Puszi egy a csel! Van egy fületekbe. csel! Kussoljál már! Na, jó van. Sziasztok! Hello! Cső!